Utolsó turnusának végéhez érkezett a napraforgóvárosi napközis tábor a Bregyóban. Az elmúlt 8 hétben összesen nagyjából 1300 gyermeknek biztosította a tábor a változatos nyári programokat. Ahogy vége volt az iskolának, egyből fejest ugrottunk június 24-én a táboroztatásba, és ugye ez már az utolsó előtti napunk, a holnapi nappal zárjuk a 8 héten át tartó tábort. Átlagosan minden héten az első pár hétben a 170-180 gyermek volt jellemző, most az utolsó 2-3 hétben inkább a 150. A gyerekek között voltak, akik akár 3 hetet is a táborban töltöttek. Elmondásuk szerint azért, hogy még több barátot szerezhessenek, és hogy az összes programot kipróbálhassák. Hiszen a Bregyóban táborozóknak minden nap több lehetőségük is volt a nyári meleg idő eltöltésére, idén számos új programmal is készültek a szervezők. Az idei évben a mozi, a Barátság mozi filmjeinek látogatása volt, mint új program, a Borivár, mint kulturális értékünk látogatása, és rettenető nagy szerencsénk volt, hogy egyik kolléganunk, Hollosi Sarolta tanárnő, ő végzett idegenvezető, és ő mind a 8 hétben fölment és a kisgyerekekkel, és ő kalauzolta végig őket. Ezen kívül idén újdonság volt még egy méhekről és egy gyógynövényekről szóló foglalkozás, a népi gyermekjátékok tanulása, valamint az olimpiai vagy honvédelmi tematikus programok. De természetesen maradtak az állandó kedvencek is, mint a strandolás, a kutyás érzékenyítő órák, vagy a Fejér megyei Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége által tartott lövészet. A táborozó gyerekek lelkesen álltak sorba, hogy elmondhassák az ő személyes kedvencüket. Hát szerintem, hogy mindenki eljött, meg hogy voltak kutyák, meg vannak ilyen akadálypályák, meg ilyenek. A lövészet. Hát azért, mert így tudtunk a célzásomat aktívan használni, és enni. Nekem az, hogy elmentünk néha a strandra. Nekem pedig, amikor mentünk moziba. A Bregyóközi napraforgó városi napközis tábor végén a gyerekek még egy utolsó akadálypálya versenyen vehettek részt. Jövő héttől pedig otthonról élvezhetik ki a maradék bő 2 nyári hetet, majd élményekkel gazdagodva térnek vissza az iskolapadba.